Jó, méterrel. Mindet tesz? Ez az én nyúlom. Ez én bekem. Fogja falam. Hát itt vagyunk benne a kocsiba, jó? Köszi! Oké? Okay. Persze! Tudom, hogy itt vagyunk a kocsiba, például van kihozom, hogy tudjak veled kommunikálni. Jó, ja, te úgy szoktad. Nézd ez! Nézd! Ja, ebéd! Már defi! Nem, azt hoztam, hogy az minek nekem az a 28-as. Milyen 28-as? Azt ide hoztam az. Jó, ez egy jak szokni. Felhúzhatod annak a tetejére, ha rád megy. Jak. Jak szörnyű. Akkor ez kell. Jó lesz. Mindenem. Nagyon jó. Jó fűzítom, tudod, hogy betettük a táskába. Csak ezt nem találtam, de most már tudom, hogy itt van. Ez nem alá megy? Nem rá. Arra rá? Persze. Nem? Ez is ilyen használt, de teljesen jó. Pedig ilyen nem is van. Térvéd, könyökvédőm. És ez ilyen termóanyagból van. Hát, polár. Polárból van. Látod, ez a nyílt gyönyörű. Piros, rossz. Cipzárja rossz. Igen, itt. Órá száján lyukos, fázok benne, de... Húzzad, édes, nem lesz. Jól van. Gondoskodok róla, látod, ilyen. Neked mindened van. Húzd be. Azt hittük, hogy csak egy óra múlva jöztök. Nem győztünk várni, már tél, már az időérzékünket elvesztettük. Hopp, kiesett. Viszed? Telefon majd viszed? Hát itt hagyom valamit. Tudjunk kommunikálni. Jó Istenem! Jó, de hát, hogy az ajtót hogy zárjon be, hogy nem megyek át? Levente, te meg... Rakiszával... Légy szíves, segítsél ilyenkor. A filmezés ráér. Hogy az ajtót csukjuk be? Igen, és akkor átrohantam, ő meg... Egyszer úgy voltam. Rohamsisakba? Rohamsisakba. És az a gép? Kis Makita. Legyen süti ebédre. Akkor csak az legyen a ebéd, jó? Tudunk jönni? Mit tudom? Jön, de Andi. Tudom, Tamás.
Csaba, holnap tudunk bontani? Nem tudom. Igen vagy nem? Nem tudom. És ez micsoda? Ez ilyen állvány. Állvány. És mire? Mire lesz jó? Tucust. Nézzük meg voltam. Még hogy megy. Még mehet? Jó. Állj meg. Igen, igen. Csak a lépcső fogok eltűntek. Akkor össze tudod adni. De nem, mert még az nincs az, de hogy itt van egy üzé. Annyi így, jó? Már az előbb mondtam neki, azt mondta, nem kell. Mondtam az előbb, hogy felhúzom, gyere, gyere, gyere. Menjél, lépjél meg, lépjél, 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 ne helyjél. Nem gondoltam. Ez egy csöndbe. Kurva, ilyen. Na. Várjál, kibasztunk vele. Meg vagy? Meg. Na. Na, kétszer átveszed a fán, látod? Így, és akkor ezt innen beledugod, szerintem akkor ez így jó lesz. Ez a szorító 8-os. És azt, ha húzod, ez és utána ezt még lebiztosítod, mit tudom, bármilyen csomóval, az kalács. Legegyszerűbb, hogy így megfogod a kötelet, egyik kezded el itt, a másikkal ott, így össze, és akkor ráhúzod valamire, ugyanazt kapod, mint amit itt kötöttem. Sima csörlőállás 3 pontot. Ja, igen, ami ezt el kellett fordítani 90 fokról. Találja 3 olyan tenyérnyi pontot, ahol be lehetett fúrni a tőcsavart. Az a 3 csillagos, tehát a csillagos ég volt 3 pontjára mutat, és hozd össze érted az izét a 3 ső, tehát csavart, de olyan gardán tengely rendszer lett kialakítva, hogy 5, úgy mondják repülősnek, hogy 5 szabadságfokú, tehát 5 felé fordul el a gardán tengely. Tenyéri darab ott van, fönt meg lehet nézni. És akkor mi a sorrend, hogy kell bemászni? Én megyek majd, most a Gergő bemegy bontani, én aha, megyek utána. Utána leszel te, ugye? Utána leszel, nem tudom. A nagy csúszda tetején. Igen, utána lesz aha, a Tamás. És akkor... Már lehet, hogy kevesen vagyunk, mert akkor neked meg van egy ilyen kakasüdő nevezetű hely, ott kéne lenni. Uh-huh. És lehet, hogy mászkálni kéne ide kihozni a zságokat. Uh-huh. Kezdjétek el oda a vésőgépet, meg a bödön, meg ilyesmit leadni.
Ja, hogy kell már a gép. Igen. Te leszel elől. Én meg vésni. Aha. Adjam be a vésőgépet. Hát nem tudom, hogy adjam, vagy hogy a jó. Aha. Nem egy könnyű darab. Hát 21 kiló. Aha. Jó, csak így. Gergő, küldöm a vödört, jó? Ott vagy? Hanyadiknak menjek? Bárhova. Bárhova? Menjek következőre? Miután Tamás följön. És a senked alá tegyél polifómat. Ja, hogy van polifóm. Ilyen polifóm. Majd az ráér a dobozokat leküldjük. Akkor te mész utána. Mindegy, majd a, hagyd a Tamás, majd mindenki kivesz magának egy polifómot. Jó. Jé, nem hoztuk el a kötelet. Hol a kötél? A csiga kötél. Felszerelésnél. Kötélbe kapaszkodhatsz. Jaj! Seggel előre. Seggel elő? Hagyad. Ja, hogy így. És ez a létra. Tedd előre hasadra. Hasra. Táska. Mondom, már tudsz lépeget a csúszdába. Jaj, jaj. Jöhet a vödön. Dobálni fogom, ne ijednek. Jó. Mindjárt megyek végig. Csak pont beakadt a jószág, de majd akkor. Bármelyik? Nem mondd el a polifón. Dobd meg azt kérdezni. Jó. Igen. Oké. Polifómot adjál azért. Még egy? Persze, hogy hogy vagyunk még. Nem tudom, hogy... Tom, több polifóm szerintem nincs. A fándli nincs. Jó, de van még egy. Polifómos. Polifón. Van itt egy olyan, amiben fándli van, meg ilyenek. Ezen van a kötél. Sok üres kár volt a bicsának. A felső. Jó. Jó, van az a parkó itt. Itt is jó, itt lesz nálam. Érezni a húzatot, ugye? Alafelé menni a húzatot. Igen. Na, most nehéz lesz lemenni. Mert ott útban van. Nem nagyon is nagy hely van, de... Hát vagy csak így itt lesuttyanok. Én nem szólok bele. Kérdés, megjöttek. Kesztyűt kiesett. Az nem baj. Hogy nem? Igen. Hát csak annyira, hogy gyorsan itt lenézek, aztán visszajövök. Az én helyem fönt van, csak szeretném látni, hogy nyomatjátok a dolgot. És eddig itt ezen a csúszdán lesiklok. Lehet.
csinálok egy-két felvételt, mondjuk fotót is. Megyek. Nem baj. Ennyi. Megyek. Nem baj. Hogy itt. Kell-e mind lent? Egy kéne föl, jó? Egyet küldjenek föl. Poliform. Poliform. Más, nem? Aha. A kesztyű. Benne van. Benne van a kesztyű is. Szuper, jó. Jóféle kőzetanyag. EOC mészkő. EOC mészkő? Lehet. Vagy nem tudom, hogy szokás. Akadj bele a karabinát. Benne van. Nincs csiga? Nincsen csiga. Bánom sincs. Túlzalnék. Nem te csinálhatod azt, hogy amíg nem jön ki a bödön. Igen. Oda megyek és akkor jobban hallod. Csak nem akarok csúszni, repülni. Most kamerálsz. Végig... Jövök. Jövök egy pillanat. Most érkezik. Ja, hát már késő. Abszett lesz így? Még. Gondolom. Hagyjad, inkább benne hagyom azt. Ja, azt ahol együtt. Ez nekem ide jó lesz. Mehet.
kényelmesen elhelyezkedsz. Meg vagyok. Ó, szuper. És hova megy a... Végén mutat ki a meddőre. Számoljuk, hogy hány darab ödöm lenne. Aha. Igen, naponta olyan 40-50 kavicsot számolunk, hogy rendes műszakban, reggeltől estig. Nem baj. És akkor utána mászok. Gergő, azt mondták fölülről, hogy negyed óra múlva le lesz kapcsolva az áram. Na de úgy lesz lekapcsolva, hogy kétszer, és akkor kell majd kijönni, teját iszogatni. Na, én benn maradok. Igen. Hogy akartok teát inni? De hát de valami 20 percre. De hát akkor inkább izéből van, amivel flakonba küldjék le a teát. Nincs flakon? Majd megkérdezem, talán. Igen, hogy nem. Na, nem akarok tudni leszni. Ja. Mert hogy kényelmesebb itt. Jó, kényelmesebb. Hogyha süti van, azért kimegyek. Hát azt nem tudom garantálni, vagy arról nem hallottam hírt. Valami volt, igen, hogy igen, de... Libacom. Az nem. Elakadt, vagy megvan? Elakadt, olyan, de jó van. Csoda. Szóval, hogy ez táró. Az. És mi a táró? Mesterséges vágat. Wikipédia. Szóval, hogy a bányászok szoktak ilyeneket vágni? És ezekben nem bújnak meg semmiféle élő lények ilyenkor télen? Rovarok. Ja, hogy ez most itt egy ilyen lepkeféle. Rovarok. Ott a lel. És akkor... De ne vélnek ez hideg, mert ugye most árad a hideg levegő lefelé, gondolom azt látod. De kell szemlőtetni is lehet. Igen. Meg ha így benyálazom az ujjamat, akkor érzem. Vagy lehelletkel, vagy ha nekem dohányzol, egy kis füsttel lehetne. Nem, sajnos nincs nálam semmi, de majd igen. Igen, erős húzat van lefelé. Aha. És kicsit hűvös is. És akkor az ilyeneket nem szeretik a telelésre? Nem. Hát azt a kellemes barlangi hőmérsékletet, azt a 8-10-12 fokot, ami általában az éj barlangokban szokott lenni, itt nincs. És itt most mennyi van köbö? Annyi fent. Ja, igen, pont annyi. Nem tudom, -2 körül. -2 körül, és amikor... Ez most valahol lent akkumulálódik, felhalmozódik, és akkor
nyáron, amikor fordul a légkörzés, akkor áramlik ki a hideg. Aha. De hogy ez milyen jelenség, vagy mi, azt pontosan, hát találgatások vannak, utána lehet nézni, de... Aha. Van, aki szerint jégben tárolódik ez a rengeteg hideg. Aha. Akár is híres is lehet, hát nem tudom. És olyankor meg kifele jön az körülbelül... Igen, igen, igen. Hát amit én biztosan tudok, hogy június 27-én 30 fokos külső hőmérsékletnél a kiáramló levegő 2 fokos volt. Az igen. Azt mondjuk, plusz 2. És ez milyen kőzet anyag, ahol most itt? Mészkő. Mészkő. Ez ilyen lerakódásokkal keletkezik, ugye? Vagy a tengerbe... Tengerizbe rakódott le, a Panon-tengerbe. Valamilyen océn mészkő. És itt barlangászati szempontból milyen tulajdonságai vannak ennek? Hát az erős húzata az egyetlen, hogy télen nyáron erős húzat az, ami arra utal, hogy van nagyobb üregrendszer van lent. És nem omlik, vagy nincsenek ilyen? Hát, ki van támogatva itt ott. Lefelé nem nagyon. De elfogyott a lelkesedés, amint láttad. Igen. De itt ki van dúcolva. És akkor ez biztonságos. Így. Már az idő megmondja. És mi történik akkor, hogyha mondjuk így most hirtelen ők ott dolgoznak, és akkor itt leszakad ez a rész, és eltemeti őket már annyira, hogy mondjuk nem nyomódnak össze, csak elzárja az útjukat kifelé. Kiássuk őket. Eldobod azt a szart, aztán megfogod a köveket, adogatunk kifelé, ezt visszük kifelé. És ami, hogyha olyan nagy, amit nem tudunk mi kézzel? Azért verjük, hogy valami kérünk segítsét, meg mindenki. Vagy ő alulról ki tudja fúrni ezzel a géppel magát? Az áram, kábel nem sérül. Ilyeneket azért ne vizionáljuk. Hát nem, de hogyha mégis történik valami, hogy kit kell ilyenkor felhívni, vagy mit tudom. Van barlangi mentőszolgálat. Igen. Akkor rögtön ők. A két pohár, alul vannak a poharak. Alul vannak a poharak. Jó napot kívánok! Mindjárt! És annak emlékére van belső egy fátyás, hogy lepapaszkodhatsz egy fátyás felvonulást, és itt pedig úgy van, hogy összeröffenünk, kb. 25-30-at, február 12-15 a lépvége, de a forgonyalmi szervező meg a tarján, már nem tudom, hogy őket ismerünk, és fejlámpával fölmegyünk a hegyre, mert ott van két, idézőben két német ismeretlen katonának
Megyek, már is kötelestől. Ez érdekes, és a fiamat nagyon érdeklik a fiam. Barlangászat, vagy a minden? Minden. Várjál, lehet adni. Jaj, jó. Hát barlangászat is, igen. Barlangászat is, tehát ezeket a csinál. Darab minden, kom le! Megy rögtön. Hát, hogy eljön ide. Mit veszünk egész héten lakóban. Holnap vagy itt leszünk, voltunk, vagy pedig kérdékezünk. Jaj, hát igen, nem. Nem itt lakik, úgyhogy... De még itt a másik is. Elveszem. Teszek akkor egy két kavicsot. Ezt adom. Hát csak egy kurukka. Ezzel rajta maradhat a karabin? Maradhat mindjárt. Megy a bödön? Mert a kód adom. Vagy... Lehetne majd kódot. Ja. Csúszás, mert eléggé csúszik. Hát, azért kapaszkodunk. És akkor itt a rögtfordulnál van egy ilyen koharacskú, a kőkerék, és akkor úgynevezett halál tervezni csinálni a negyberiekkel, hogy a kőkerék felre jártak a fejlődnek, egyik oblányba belehetjük a matikból, másikba belehetjük a farmadik a matot, a Mikulás, az nem jön vele? Nem. Ő rakja a tüzet, hogyha ügyes. És ha ügyetlen? Remélem, a pockot nem engedte ki. Ja, hogy ő vigye ez a házra? Házra, igen. Aha. Esik az eső. Most az. Igen. Kedvünk helye. Ja, még itt van. Vannak ilyen filmes effektek is, hogy füst, meg gőz. Igen, mondjuk inkább gőz, de filmesek ilyen füstöt szoktak. Csak a váltások is.
így. Jaj, tudtam, hogy a másik kesztyűt ott hagyom. A hülye fasz. Ott hagytam a kályhánál. Valamit mindig elhagyok. Hát én csak az a szemszűt, hogy lehagyok. Barlangál az divat bemutató. Kölcsön nyúl. Kölcsön nyúl. A nyúl. Akkor ez dupla nyúl? Dupla nyúl. Annyira nyúl. Nyúlik. Tuke, nincs egy kesztyű? De van. Milyen színű kell? Nem színű, csak egy jobbot. Ne bazd már, mert két balos van. Ott hagytam a kára előtt. Hangosabb vagy! Van pénzem! Van pénzem! Ez egy jó csapat, hogy nem elég, hogy az újoktól megváltozik, már téged is kell. Hát ez egy jó. Engem kell igazán. Csili-vili, Márkás, telepjáról van, feszítérted. 22 éves szegény. Ráízjuk mindjárt. De. Hát egy picit elmúltam. Sajnos. Akkor én valamit elrontottam, mert én még nem vagyok annyira, mert még nem fáj gyerekek. Nem? Csak a földeket rendezzük le, tudod, a természet lágyolén. Erő, nézzük meg azért. Érzem az erőt. Ugyanúgy leforog. Nem jön le? Nem. Akkor hozok fel és kiosok. Hallod, két kulcs kell. Mert a izé... Mert egymásra lett húzza a két anya. Kulcsom az benne van a polárombba, nem zártam be. Tehát, hogy nem is védett, nem. Fiatal barlang. Nagyon fiatal, így barlangtanja, úgyhogy... Az mit jelenthet időben? Hát... Mi, hogyha megnéztem eddigi állatot, ez látott, hogy átmeheti a kőzet, ilyen úgy hívják ezt, hogy hivatalosan további mészkőnek hívják, hogy ilyen mindig változó a mészkőnek a, így a, mondhatom az ideje, hogy ami a világosabb, az a fiatalabb, ami a sötétebb, sárgásabb, barnásabb, az már a
régebbi ős, régebbien. De ha még sötétebb lenne, akkor már az már ilyen eocén, miocén, meg még régebbi mészkő. És mit lehet tudni még a barlangról, vagy erről? Hát a felszín az egy, bejárt, az egy régi kőfejtő volt, az nyilván látszik, hogy egy emberi, és robbantással bányászták a mészkövet itt, úgyhogy meg kotromarkó vétekkel 60-70-es években. Uh-huh. A robbantások mozgatták így össze-vissza a sziklákat, magyarul itt nem lehet ebbe a barlangba semmiféle erős paxit, se C4-el semmilyen robbantani, mert nagyon át vannak mozgatva a kövek, és vagy rádomlik, vagy nem. Úgyhogy ez a hátul például, hogy csak ilyen gyenge, vagy kézzel, vagy géppel vésheted, de itt nem lehet robbantani. Aha. Robbantásos feltárást nem tudsz itt csinálni. És akkor azért dolgozol te ezzel a géppel itt. Igen. És ez elég aprólékos munka, gondolom. Igen, aprólékos, meg fárasztó azért. Nyilván könnyebb lenne ilyen, mit tudom én, beadni paxitot, vagy C4-et, vagy valami töltetet, és úgy távol eldulantani, de lehet, hogy hatásosabb méretű lesz, lejön anyag, mint szikla, de viszont lehet, hogy beomlik az egész hegy. Aha. Úgyhogy ezért nem lehet itt nagyon erőset használni. És ez meddig tart, amíg itt, amit gondolsz, hogy eljutsz ezzel a módszerrel a kívánt feltárásig? Hát az idő kérdése, vagy a Jóisten tudja. Az a baj, hogy ha a jelenlegi állatot nézzük, az még mindig csak a omladék tömelék zóna, amivel próbálsz előítni. Esetleg később lehet, hogy már rendes járatot találni, vagy normális mászható vagy húzható járatot, tényleges, de néha ki kell kerülni ebből a bombadézó törmelék összeállóra. És ez mennyi időt vehet? Hát így... Ez nagyon nehéz megsatszolni. Vagy évtizedek? Évtizedek, vagy amíg foglalkozol vele. És mióta megy ez? Hát ezt 2012-ben kezdtük el csinálni, meg azelőtt még egy-két ilyen évvel, 2008-ban. A régiek közé is bontották, hogy pár a 70-es évek elején közepén, de ők még nem jutottak idáig. Ők csak tényleg nagyon bejárti 3-4 métert, így jutottak le. Ők kézi szerszámokat használtak, nem voltak vésőgépék, se villanyuk, semmi. Kalapács, kézi vésővel, milyen bőröket használtak. Aha. Semmi technikai. Akkor mi most itt luxus körülmények. Ez luxus, között, igen. Aha. És a világítást hogy oldották meg korábban? Hát karbidlámpa, vagy kép, vagy ez a zseblámpával. Semmi elkonos lámpa nem volt technikai. Olvastam valami tanulmányt az interneten erről. Igen. A barlangról. Az nem tudom, hogy mikor készült. Az 2005 vagy 10 környéke, de nem tudom, én nem most, de tudom, hogy van. Aha. De egyik is, ez a Forgany Andi nevű ismerősünk írta, meg ez a Stévi Józsi is írták, de én ténylegesen nem olvastam, úgyhogy csak tudok úgy. Te csak dolgozol. Igen. Én vagyok a melós itt. Most mire várunk vajon? Nem tudom. Érdekes volt. Jól, a gépet lehozzák, vagy valami. Hát igen, hogy ne kiláthassunk, mert igen. Aztán tudja, hogy... Mert végül is addig is itt kuporgunk a hidegben, mert ugye itt ebbe ez a legszarabb, hogy ugye egy statikus, aránylag statikus húzba itt vagyunk. És azért nincs meleg, tehát ez az egy, másfél fok, ez is olyan, hogy az ember föl van itt töltözve. Jó, hogyha mozognál, hogy vésni, akkor nyilván termelni meleget, akkor igen. Nem fogja, de és statikusan így... Igen, az egész nap az is, tehát jóval együtt is, azért nem meleg. Nem túl kényelmes. Hát ez van, várjuk. Mondjuk vízlepergetős. Vízlepergetős. És van benne egy membrán?
Igen, ebbe a szürkékbe ez ilyen Gore-Tex anyagos. Gore-Tex anyagos, igen. És akkor nem tapad bele az agyag. Meg erősebb kopásállóba. Aha, szóval. És ezeket valaki csinálja? Vagy? Igen, hát ilyen barlangos, van két bolt ilyen kereskedő. Ez a Kocsis Bandi fél, Kocsis András fél barlangász volt, még van ez a... Van egy másik, azt nem tudom a srác nevét, de a expo.hu-nál tudsz keresni. Csak Gemanát a néven fut. Uh-huh. Mondjuk, hogy jobb minőségű cuccokkal dolgozik, még ávul, kicsit drágább is ugyan, de jobb minőség. A Kocsis András az még kicsit olcsóbb, de viszont gyengébb minőségű uh-huh. anyag. Nyilván olcsóbb is. Tehát, ha inkább minőségre megy az ember, akkor inkább ez a expo.hu-ra rendeljen, az minőségibb. Mozog. Igen, reméljük a többi nem. Az a ilyen nagyobb darabok nem csinálják ugyanezt. Jó, hát egy kicsi az mozog, ez egy dolog. Azért van fölöttünk néhány tonna kőzetanyag, úgy ítélem meg innen. De még, ahogy én nézze, azt még nem kell ácsolni, vagy megősítem, mert még... Igen? Eléggé, hogy egyben van. Hiába úgy tudtik, hogy eléggé közelődik. Igen, magyar, de most hárman vagytok fönt, nem? Na, de hát akkor... Gépet küldjék már át. Igen. Na és ez milyen gép? Ez egy Makita. Látni fogunk. Azt mit már egész. Egy Makita mélységgép. És olyan 2,5 kilowatt ütőképességgel bír. Uh-huh. És 22 kiló az ő súlya. Úgyhogy ez ilyen bontó kalapás gyakorlatilag. Uh-huh. Kicsit régebbi modell, de működik. Van még ilyen négyzet alakú polipol. Igen. Azt, hogyha majd jön le, majd a teljes badára jön le. Ugyanek le, jó? Igen, hát... Igen. Igen, és neked védőfelszerelés nem kell ehhez? Valami maszk vagy ilyesmi? De. Ugye poroz, mint állat, gondolom, ez nem csak úgy. Arra gondolt, hogy főszem. Ja, hogy benne van a sisámban. Igen. Én majd csak a sálamat fogom fölvenni arra a rövidke időre. Poló, nagyon poló. Nem tudom, hogy a kamerával ennyit fogsz látni, de... Hát majd... Ne. Egy kicsit zajos is lesz. Az nem baj. Majd megsüketülünk. Vagy legalábbis én, mert rajta van a fű. Igen, ipari. És hogy csinálod ezt a, tehát mi a metódus? Van valami vonal, amit itt követsz? Valami repedés? Ugye csak most tágítani fogom, de nekem az a tervem, hogy így, mivel egy kicsit most úrba vagy, lefelé mennék. Jó, de akkor átmegyek a másik oldalra, igen, az igen. Úgy jobb lesz. Igen, jobb. Igen, tehát itt igen. Ezt a részét igen. Fogod, igen, és mi szerint haladsz, vagy mi az, amit te látsz rajta, hogy merre kell csinálni? Hát azt a jelenlegi hasadékot követem, és azt próbálnám, hogy most kitelektől, hogy... Akkor cseréljünk helyet, amennyire... Egy ember legalább beféljen valahogy. Tőlem telik, várj, én átkukszok oda, ezt így valahogy. Vagy... Ez ilyen, nem ilyen klausztrofób embereknek való. Nem. Akkor maradj így egy kicsit, mert akkor gyorsan egy fotót csinálok rólad, ha már itt vagy, és akkor... Be kell rúgni még. Szóval nem klausztrofób. Nem. És ráadásul... Ja, amúgy itt sötét, hideg,
szűk, nem tudom, nehezen mozogni. Nem tudom kényelmet. Kimegy itt a világítás, meg megmozdul a fölöttünk az íze. Az így, szóval nem tudom, igazából kényelmet. Igen, tehát itt mit mondhatnék még róla? Itt a kolléga akkor nem sokára elkezdi a fúrást, az akciót. Igen. Én azért vettem fel a maszkot, mert ugye itt a port. Igen, por az... nyelhetném, de lehet, hogy így is fogom, csak megvan az az illúzióm, hogy annyira kicsit nem. Kicsit hangos lesz. Hangos is lesz. Ja. Ja, hogy te amúgy nem is vagy barlangász, hanem ők mondták neked, hogy van itt ez, uh-huh. ez a dolog. És tudtam, hogy járnak ide barlangászok, latorvány, hogy most miért, azt nem tudtam. Hát, ez van. Aha, és te... Gondoltam, hogy kipróbálom. Aha, és tetszik? Uh-huh. És mi tetszik benne, hogy itt kuporogni kell, meg mit tudom én? Tehát ez... Hát kinek mi? Neked? Mi a jó része? Vagy hát mi az, amit szeretsz? Dolgok, hegymászás, kicsit. Aha. Társaság is jó. Aha. Én mindig pályáztam rá, hogy majd egyszer a barlangászokkal valahova elmegyek, de hát nem is sikerült meg. Uh-huh. A telekicsepkő barlangban voltam, mint turista. Aha. A jégen nagyon régen. Azóta ott nem is voltam. Egyikbe se. Most sikerült elérni milyen helyre. Na. Akkor elégedett vagy vele. Aha. Jön mindjárt a kő.
Jön a kő. Bodella. Megy a Bodella? Fekete kábel, hogy mondod? Hát nem tudom, hogy tegyem, vagy hogy szeretnéd. Így? Így? Mi a gond? Ugye elakad? Vagy szar valamiért? Van a csúszdán egy hely, ahol mindig beleakad, érted? Uh-huh. Na mehet? Na. Oké. Okay. Nem lesz jó, valami nem stimmel. Igen. Átraktuk a zsinort. Aha. Most lesz a jó. Ha jó lesz. Segítsen minket? Ja, jó. Oké. Lement. Itt van-e? A mezőkövesden a hulladék hasznosítóba dolgozol? Igen, XT-Kft. XT-Kft, és présgépet kezelsz? Aha. És ott mit újra hasznosítják ezeket az ilyen polifón meg ilyeneket? Nejlonzsákokat. Nejlonzsákok? Óriási mennyiségbe hoznak. Mindenféle gyár, autógyárból. Tudom én, mi az? Nejlonokat? Nejlon. És az mit csinálnak vele? Hát egy részét ledarálják, másikat összepréseljük, kiválogassák belőle a csavarokat, az asszonyok, meg mindenféle fém vackokat. Utána mink pedig lemérjük, és úgy bepréseljük. Ezt viszik valahova, még azt préselik, meg mit tudom. Ja, és ebből a tárgyak lesznek új? Abból még fólia lesz. Megint. Megint fólia lesz. Aha. Érdekes. És csak műanyaggal foglalkozik ez a Kft? Igen. Aha. Ott még varnak ilyen csíkos bevásárló szatyrokat. Akkor olyan ja, ami nálad volt olyasmi? Ha? Ami nálad volt igen, olyasmi? Igen, olyan féléket. Aha. Azt varják ott helybe? Varják ott. Aha. És még micsodát? Olyan uzsonnás zacskókat, az a, amiben kiflit teszed a boltba. Aha. Olyanokat. Aha. De nem ilyen eldobhatósat, hanem olyat, amit többször fel tudsz használni. De eldobhatós. Igen. Aha. Meg takarófóliákat. Tudod milyen az, mikor festők szobát festenek, akarják a bútort, olyanokat. Hát drótosz föl. Azt mondta, hogy neki úgy működik. Persze. Na, és akkor így nem lesz útba? Szerintem hajlítsd meg egy kicsit jobban azt a drótot. Ennél jobban nem kell. Nem kell? Ja. Jó. Ha nem akad, úgyse akad ki a konnektor, akkor már jó. Világítsuk? Hát, tudok én is. Hm? Az így mindjárt jobb. Igen, csak így meg nagyon. Jó, ki vagyunk világítva. Szóval 12. vödör. Uh-huh. De legalább nem kényelmetlen annyira. Uh-huh. Itt bepréselődve ide a ligba. Szóval nem kell a világítás. Kikapcsolhatod, nyugodtan van nálam.
így romantikusabb. Mennyi ideje lehetünk rend? Hát ön 2,5 óra, szóval körülbelül. Még egy óra. Aha. Hát ez... Most már akkor nem tartunk szerintem szünetet. Nem fogunk. Mennyi a bedelátszáma? 12. Szerinted hol vegyek bakancsot? Bakancsot? Mm. Miért nem jó ez a gumicsemma? Nem, bazd meg, ez szétfagy az ember lába. Ja, az szétfagy, igen. Hát... milyen bakancsot szeretnél? Munkavédelmit? Vagy túrát? Olyat, ami mondjuk havon nem csúszik például. Uh-huh. Mert ez a másik bakancs, ami volt, hát az meg olyan piruetteket adtam elő, érted? Hát de láncot hogy így... vegyél lábra. Van ez a láncos bizbasz, amit így ilyen gumis, amit föl tudsz húzni az összesnek a talpára. Na jó, de előttem meg mentek ilyen túrázók, de sima bakancsba bazni, és semmi bajuk nem volt, érted? Tehát az én bakancsomnak a talpa is ilyen sárga, vibram talp, de az biztos, hogy hamisították, érted? Tehát az 100%, hogy... Mert a vibrám talpak nem csúsznak, érted, nedves vizén. Tehát pont az előnyük. Aha. És akkor meg miért? Hát, de többféle vibrám van. Igen? Persze. Az enyém is csúszik. De ez mondjuk nem ilyen, ez ilyen vadász. Igen? Vadász bakancsnak csinálták, de vadász, szerintem vadász, ugyanolyan, a mint a... Igen, mint a... Ez az Alaszka, meg a Yukon, meg a többi. Uh-huh. Ezeknek ilyen egyforma. Ja, akkor majd megyek vissza, mászok vissza. Na mindegy, szóval hát... Nem kell sietni. El tudsz menni a Montexbe. Montexbe vegyek, azt mondom? Hát, de mindenhol drága lesz. Hát ilyen szóval mindenhol drága, csak hogy hol van jó, érted? Tehát, mert azért vannak más ilyen... Mauna, Meindl, Hanvág. Hanvág? Igen, akkor van a... Azoló, mert azt feltételezem, érted, hogy szerintem azért azok a bakancsok, amik ugye téli izére vannak, tehát ilyen magashegyi bakancsok, azoknak csak jó a csúszás tényezője, nem? Hát... Én azt gondolom, vagy gondolom. Szerintem lehet ezt a szöges ízét is kapni rá, tudod, ilyen kis tudom, gumis. Tudom, de alapból, tehát én amikor az erdőt járom, érted, akkor nem kellenek ilyen szöges lófaszok, tehát... Hát, az... de mind csúszik szerintem, nincs olyan. Én nem tudom. Nincs olyan, elvileg ez is ilyen téli bakancs, és mégis csúszik. Esik. Hiszed, én csináltam még ilyet. Miért? Milyen? Szétcsavarozás? Hát, ilyen vaszkot én... Na még... lehet, hogy ki akart felül, nézd már meg. Nem akart? Nem még. Tekerni kell. Én még nem is láttam ilyen hülyeséget. Most nézd meg, jó. Na. Most jön elő. Na, végre már. Igen, mindegy. Miért vagy olyan poros? Milyen? Ja, te nem is voltál lent. Poros. Hát a ruhád. Mindegy. 20 éve csak rakódik rá a por. Van. Ja. Ja, hogy nem volt szemüveged? Be volt. Tiszta fű, poros volt. De volt csak. Mit
Töltesz a tömbbe? Vigyázzél egy teherautó. Nagyon jó. Gyorsabban nem lehet menni itt az erdőbe? Ne. Kicsit gyorsabban kéne, szólni kéne neki, hogy figyelj, ez nagyon lassú, menjen el gyors. Mindenki nem adul megyünk, hogy... Nem már! Veszem! Téged látnak itt! Jaj! Még följebb nyújtsad egy kicsit, egy 10 centit! És akkor elveszem! Yeah! Megvan! Leállhat az ablik! Tehet le az agregát! Most kijön, ne? Hogy ezt kiveszem? Kiveszem? Ennyi vagy, én azt mindent kiköltöztem. Jó. Kényelmes barlangás. Kész? Köszönöm. Hú, ez jól esik. Oh!